Zoltán vagyok, a Szombathelyi Képtár művészettörténésze. Nagy örömmel fogadtam ennek a kiállításnak a hírét, hogy megrendezhessük, hiszen ez egy országos tárlat, hatalmas, mind a kiterjedését tekintve, mind pedig a bemutatott alkotások jellegét tekintve. 150 művész, 200-nál több alkotása látható. A hely, amin a kiállítás található, 2000 négyzetméter, tehát a kép címe, hogy Képtárház, és amelynek a meghirdetője a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége volt. Óriási mennyiségű műtárgynak tulajdonképpen csak a töredékét mutatja be ezen a hatalmas kiállításon, amit beküldtek erre a felhívásra. És itt a realista, a fotószerű ábrázolásoktól kezdve az egészen elvont törekvésekig mindennel találkozunk. Ez nem jelent feltétlenül generációs különbségeket, váltásokat, hiszen azonos korosztályúak tulajdonképpen képviselhetik az elmúlt évtizedek magyarországi művészetének különböző fokozatait.